amiben egy 1,2 milliárd forintos első lépcsős beruházást határoztunk el, amelynek a fő elemei azok, hogy a kazánrendszert újítjuk fel a környezetvédelmi kritériumok teljesítése érdekében és egy nagyobb hatékonyság érdekében. Ezt láthatjuk itt ezen az ábrán, amelynek elemeit, ha megmutatom, akkor érthető lesz majd a fejlesztés alapeleme. Első körben beépítünk egy új sarokégő rendszert, valamint egy hozzátartozó fluidágy tüzeléstechnikai rendszert, amelynek egy teljes körű levegőellátást is adunk. Ezzel tulajdonképpen a tüzelésnek a körülményeit javítjuk, és megfelelő szinten tudjuk tartani a környezetvédelmi kibocsátási értékeket. Ezt követőleg egy olyan füstgázhőhasznosító rendszert építünk be, amely tulajdonképpen egy alacsonyabb hőmérsékletű füstgáz fog eredményezni, amely a porleválasztásnak egy kedvezőbb hatékonysági kritériumát fogja teljesíteni. Addicionális hatás lesz az, hogy a levegő előmelegítőt is felújítjuk, és ezen felújítás még további füstgázhőmérséklet csökkenést fog okozni. A rendszer tüzelőanyag oldalról is felújításra kerül, hisz új adagolókat is építünk be, illetve az adagolók mellett még egy ventilátorrendszert is kicserélünk, amelyek a tűztérben történő folyamatok optimalizálását fogja szolgálni. Ezt követőleg egy teljes új irányítástechnikai rendszert is megvalósítunk, amely tulajdonképpen a kazán minden egyes paraméterének kézben tartását szolgálja, és a megfelelő tüzelési körülményeket szabályozza, illetve a környezetvédelmi körülményeket. Igazgató, mit láthatunk most éppen? Jelen pillanatban a Jungström hőcserélőnek a kosarait emelik ki. Legutóbb azt hiszem 2004-ben volt felújítva ez a hőcserélő. Ez azért felel, hogy az égési levegő megfelelően elő legyen melegítve a távozó füstgáz által. Amit látunk, hogy a kosarakban rendkívül sok lemez van, ugye a nagy hőátadó felett miatt, de viszont látjuk, hogy nagyon rossz állapotban van. A lemezek teljesen össze vannak benne törve, össze vannak égve. Mellette a jobb oldalt látunk egy új kosarat. Megpróbáljuk megmutatni. Kellene lenni, vagy ilyen lesz a most felújítandó hőcserélő. Tehát azért elég jelentős különbség van. Ebbe víznek kellett volna keringenie valamikor? Nem, ebbe levegő és füstgáz keveréke van. Tehát ugye a távozó füstgáz átadja a hőjét a beszívott friss levegőnek. Ebben tápláljuk az égést. Ugye, és ezen még tudott menni a levegő? Ezen a régi? Hát látszik, hogy nagy ellenállása volt, úgyhogy megérett. Álljunk szerintem félre, mert úgy vagyunk a srácoknak. Fönn már látszik, hogy bontás alatt van a felső füstgáz csatornálem. Ennek a bal oldalára fog kerülni egy új tartószerkezet, ahova beépítésre kerül az a 10 megawattos ECO, amiről beszéltünk. Ugye az a tápvizet fogja felmelegíteni a távozó füstgáz hőjével. Jelenleg a fluidágy vezetét látjuk. A fluidágyból kilépő fúvókák, amik azok a gombafejű alkatrészek, ezeken keresztül látja el a kazánt levegővel, vagy látta el jelenleg a kazánt levegővel a ventilátorrendszer, illetve látjuk, hogy oldalt a felfele tartó úgynevezett membránfalas forcső részen eltávolították már a betonozást. Ez azért fontos, mert ezeket a csöveket ki fogjuk vágni és újra fogjuk cserélni. Ez nagyon fontos, hiszen itt van a legintenzívebben áramló mozgó rész a kazánba, és itt vannak a csövek leginkább kopásnak kitéve. Az a tervünk, hogy az összes fúvókát egy modernebb, más változatra fogjuk cserélni, illetve a betonozást a jelenleginél, tehát a térmagasságú betonozásnál sokkal feljebb, körülbelül 2-3 méteres magasságig föl fogjuk hozni. Ellentétben a korábban használt hőálló betonozás helyett hővezető betont fogunk alkalmazni, ennek sokkal hosszabb lesz az élettartalma. A környezetvédelmi problémák fő okozója eddig az volt, hogy a tüzelés technikai oldalon a tűztérben történő kiégés nem volt tökéletes.
Ezt a kiégés tökéletesítést úgy valósítjuk meg, hogy a sarokégőket újraalkotjuk, illetve a fluidágy tüzelőanyag betápláló rendszerét, illetve levegőellátó rendszerét is modernizáljuk. Több zónás levegőbevezetést fogunk megvalósítani, ami azt jelenti, hogy egy primér levegőrendszerrel a tüzelés főoptimálmát megtaláljuk, illetve a sarokégők fölötti szekunder és terciér levegőbevezetést is megfelelő szintre hozzuk, ezáltal a környezetvédelmi hatások maximálisan érvényesülni fognak. A kazánhoz tartozó irányítástechnika is megkezdte az átalakulást. A bontásoknak a nyomait lehet látni, a régi szekrények, amiben voltak a távadok, illetve be voltak kötve a kábelek, már elbontásra kerültek, és ugyanezek a mozzanatok megtörténtek a kazán vezénylő alatti relétérben is. Jelen pillanatban a hővezénylő alatti kábeltérben vagyunk. Az itt lévő relék, illetve irányítás technikai alkatrészek hát elbontásra kerültek. Nagyon jól látszik, hogy a régi típusok azok milyen felépítésűek. Igen, ezek a 80-as évek termékei. A jövőt jelentő új irányítás technika már egy sokkal kevésbé kábeldúsabb, tehát nagyon kevés kábel lesz hozzá, és viszont sokkal biztosabban fog működni. Ami a lényeg, hogy a beavatkozó vagy mérő egységekig egészen végig ki fogjuk cserélni a kábeleket, illetve az új szabályzó egységek is mindenhol új illesztést fognak kapni. Tehát itt ugye annak a helyét látjuk, ahol a 10-es kazánból távozik a füstgáz. Ez egy úgynevezett rókatoroknak hívjuk ezt a helyet a kémény előtt. Majd innen egy épített csatornán keresztül csatlakozik a kéménybe a füstgáz vezeték. Mi innen fogunk majd hűvös füstgáz kivenni, és lehet látni itt a daru már rátalpalt az új recirkulációs ventilátorunk alapzatára. Ide fogjuk felépíteni a recirkulációs ventilátort. Ennek az lesz a feladata, hogy a kémény előtt kivett hűvös és oxigénban szegény füstgázt visszavezeti a fluidágyhoz, és ott összekeverve majd a fluidágy alján egy oxigénszegény levegőkeverékkel fogja az égést segíteni. Rengeteg elszállításra való vágyváró hulladékunk van, ez mind lehet fém, lehet a zsákokban lévő szigetelőanyag. Szigetelőanyagot akkor lehet elszállítani, hogyha megtörténik a bevizsgálása, ez jelenleg folyamatban van. Ugye azért fontos az, hogy a kőzetgyapott minőségét így bizonyítsák, és akkor a megfelelő lerakóba kerülhet az így kibontott hulladék. A fémek is külön vannak gyűjtve, illetve már lehet látni, hogy a műszer szobából is kikerült. A régi vezélőpúr darabok már itt vannak a hulladékban.